Kedves barátaim, szeretettel köszöntök mindenkit a délvidéki, zentai, Zetna című világhálós irodalmi folyóirat bemutatkozó estjén, a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának élő folyóirat sorozata keretében. Ez a harmadik évfolyam negyedik alkalma, negyedik bemutatkozása, és nagy örömmel kezdjük ezt az évadot, hiszen nekünk is bizonyos elégtételű szolgál, hogy már a harmadik évfolyam vége felé tartunk, és sok értékes estet, sok jelentős személyiségét a kortárs magyar irodalomnak sikerült ezen az estsorozaton elhoznunk ide a műcsarnokba. Röviden elmondanám az est szereplőit, és mindenek előtt köszönteném Beszédes Istvánt, az estünk szerkesztőjét, az Etna című folyóirat alapító főszerkesztőjét, aki tulajdonképpen a mai estét megálmodta, összeállította, és minden anyag is, amit majd látni fogunk, abból a gazdag kínálatból származik, amelyet első megjelenése óta az Etna című folyóirat felhalmozott. Tisztelettel köszöntöm a mai estnek további két író, szerkesztő résztvevőjét, Döme Szabolcsot és Kalász Istvánt. Ővelük majd a beszélgetések során Beszédes István segítségével fogunk megismerkedni. Szintén tisztelettel és szeretettel köszöntöm a két színművészt, Rátoti Zoltán, akadémikus urat, a Magyar Művészeti Akadémia színházművészet tagozatának vezetőjét, színművészt, és Lázár Balázs színművészt, költőt, aki a Pince Színház művészeti vagy irodalmi tanácsadója. És akkor most már csak egyetlen feladatom van, hogy a zenészeket bemutassam önöknek, akik ma este itt közreműködnek. Nevekben rossz vagyok, de Beszédes István kisegít. Igen, Gál Hedda és Hoppár Mihály. Ők lesznek a mai zenei közreműködőink, és ők elsősorban ennek a szerzői körnek a megzenésített verseit fogják előadni, bemutatni nekünk. Akkor én most a magam részéről be is fejezem, és felkérem a Beszédes István urat, Döme Szabolcsot, Kalász István urat, hogy fáradjanak ki az elnöki asztalhoz, és vegyék kezükbe az est menetét. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a lehetőséget, minden folyóirat, ami élő, az számunkra fontos. Itt majd a későbbiekben szó lesz arról is, hogy milyen is kell, hogy legyen egy irodalmi folyóirat, milyen a folyóirat szöveg, milyen az internetes irodalmi folyóirat, de ez csak így futtában most előjelzem. Az igazság, hogy nagyon izgulok, mert túl sokat készültem, és általában ahhoz vagyunk szokva, hogy bizonyos helyzetek teremtik meg a dialógusokat, és nem kell annyit készülnünk rá. Az egész Zetna jelenség nagyon komolytalanul indult, és gyakorlatilag improvizációk sorát jelzi, és tehát egy olyan kaland, ami maga előtt nem ismert hagyományt, legalábbis a médiumát tekintve, hiszen abban az időben, amikor elkezdett működni, akkor ez teljesen új területnek tűnt, úgyhogy most saját hagyományunk súlya alatt, a 18 évfolyam súlya alatt és kellő hagyománytisztelettel nem rendelkezve próbálom ezt a hagyományt bemutatni valahogy. A legnagyobb segítségem a háttérben levő, tehát az élőszerzők és felolvasók és zenei elődő művészek mellett azok a képkockák, amelyek itt futnak, és amelyek átvilágítanak itt bennünket Szabolcsal és Istvánnal. És így betű stigmákat kapunk időnként az arcunkra, legalábbis így képzelem, mert én nem látom saját magunkat. Nagy készültségben végül arra gondoltam, hogy ezt a folyamatot, illetve ezt a jelenséget, amit a Zetna képvisel, ezt igyekszem rövid tényekkel szemléltetni.
Tehát az első kérdés, amire válaszolni szeretnék, hogy mi az Etna. Tehát a Etna Zentaváros nevének anagrammája. A Etna frík szó jelentése kapu. Az Etna a Pannonsíkság első digitális vulkánja. Erre épül a jelenséget körülírő vulkán metaforika. Az Etna egy domain név alatt található online folyóirat elnevezése. Az Etna egy hagyományos könyveket megjelentető kiadó. Az Etna nevét visel egy irodalmi fesztivál, amelyet Zentán évente november elején tartanak. És az Etna egy egyesület mindezek működtetésére. És akkor négy adat az Etna folyóirathoz, amelynek arcíme a magazin a vulkán alatt. Az Etna magazin a vulkán alatt a magyar nyelvterület tudomásom szerint legrégibb, ma is működő elektronikus irodalmi folyóirata. 1999-ben tört ki, és azóta folyamatosan aktív. Első száma Halottak napján jelent meg, amelyet Malcolm Lowry regénye a vulkán alatt cselekménye is érint, amelyen játszódik, az arcíme innen. És egy nyilván nagyon csalók a számadat, eddigi története során a portál nagyjából 3 millió látogatót fogadott. Az Etna, mint könyvkiadó. Profilja szépirodalmi, évente átlagosan 5-6 címszót jelentett meg, sorozataiban eddig 93 címszó látott napvilágot. Az Etna és az Etnás közönségprogramok, a kortárs irodalom értékeit népszerűsítő beszélgetések a Vulkán alatt című sorozatában 2002-től 250 közönség találkozót bonyolított le. Az Etna irodalmi fesztiválja. A legnagyobb közönség rendezvénye egyébként, idén 14. alkalommal kerül rá sor. A fesztivál eddigi története során közel 2500 vendéget fogadott, közöttük a társművészetek képviselőit, festőket, filmeseket, zenészeket, olyanokat is, akik versenyelkéssel is foglalkoznak, ahogyan ezt a táncreakció is teszi, és akiknek most átengedem a hangteret. Csík Monika, szárnyalás. Ha lelkemnek egyszer szárnya nőne, beutazhatnál az űrt az éjszakával. Reggelre fáradtan újra visszamenném.
Móger Tímea, Vers a távolba. Milyen is egy világháros irodalmi folyóirat? Miben különbözik egy hagyományostól? Egyszerűbb kérdéseket feltenni, mint válaszolni rá. Ha a 2000 körül, a 2000-es évek elején induló kezdeményezéseket veszem figyelembe, folyóirat helyett inkább szövegfolyamról lehet beszélni, szabadabb szövegfutásról, amely később bármikor felülírható, látszólag nem végleges. És mindenképp valami együttlét revű jellegről, mert az új közvetítő, a világháló ebben az időben soha nem volt egymásra találások, integrálódások reményével kecsegtet. Nem véletlenül valahol a periférián, a diaszpórában vagy kivetettségben kezdve el működését. A 2003-as évtől induló internetes irodalmi lapok közelebb állnak a központokhoz, és többet merítenek a gazdag folyóirat hagyományból. A sugárzó és a nyomtatott olvasmány közötti távolság csökkenni látszik. Egy valami marad, hogy olvasáskor a nyomtatott szöveg felülről, a monitoron olvasható pedig alulról kapja a fényt. Ilyenek a most következők is, amelyek nem csupán a fényt, de nem csak a fény, de az idő végtelen kútján is ülnek, onnan a mélyből érkeznek történeteik. Vasagyi Mária, Cezárus, részlet. Darius, gyönyörűséges. Téged szólítalak ki epedezésemről, mit sem sejtettél azon a reggelen, időn először lestelek meg az imateremből a cellámba tartva.
Csak is én láttam, amint egymagad énekeltél és táncoltál a lőrinci klastrom kerengőjének jégzöld kövezetén. Gyerek hangod volt még, és öled is csak nem csupasz. Inge térdig csúszott, és egész pőreséged láttam. Megáhítottalak, édes. Hajladoztál, és csigolyád aranygyöncsora fölragyogott. Tudod-e, hogy azóta hordozlak emlékezetemben, és hordozlak mindétig ragyogó pillérjét a síkos, lenge testnek, és az illatod rögtön megillatoztam, és képzeletben sokáig illatoztam, éjjel a kőágyon is, már férfi nedvemben boldogan fekvőn. Bő 590 éve ennek, földi éveket számítva, amint a továbbiakban is földire vonatkozik majd az idő fogalma, és hogy fél évezrede hozzád beszélek néma nyelven, melyről a földön senki tudósnak ismereten nincsen, itt viszont mindenki érti. Bábel zavarát feledve, fényt és árnyékot, jelent és jövőt nem ismerő világunkban végtelen kapocs közöttünk, örök beszéd, parancs és szükséglet, tér és idő hangtalan szavaja semmiben, tarka gyülekbe elegyítő szakadatlan közlés áradat. Figyelj rám, kedves, kereslek dadogó szócsavarással, szólongatlak, amióta sejtem, nem is, érzem. Itt vagy köztünk, kívül a buborékon, amelyben a világegyetem rejtezik. És már tudod, itt mindenki keres valakit. Szülőt, gyermeket, tanítót, barátot, létlen magzatot, alkalmi szeretőt. Hányan hívják a prófétákat, a szenteket, valamennyit. Jahvét, Allahot, Jézust, Buddhát, Jupitert, Altho Jove. Hiába. Pedig itt vannak. Itt kell lenniük. Hanem némaságunkra, némaságuk némasága a válasz. Meg bölcsek. Mert nem óhajtják visszaidézni a való világ testiségben tornyosuló szépségét. De legalább egy hadvezér, egy Hitler vagy Hannibal, esetleg egy bércülötte Szörmó Karadzsics, balkánfi Cukrosdux Mládics és az eszmei társ lágymosolyú hal száj, vagy egy király picsoknak közöttünk, jelt adna magáról szívünk hordta Hunyadi és Dózsa. Nem. Ők másút mormorálnak a múltról. Gondosan szeparálják magukat tőlünk. Pedig nélkülünk semmire se vitték volna ott. Mi kellettünk, mindennél jobban kellettünk dicsőségük amplitúdójához, lábszagú rája, mócsing mucsaiak, söpredék potyaművészek, invalidusok, prolik, merdabűzös ingyen csatárok. Ergo a nagy emlék, az emberiség szellemi és egyéb vezérei és csodatevői végleg belevesztek a hangtalanság kifürkészhetetlen szövevényébe, és kizárólag igavonók, szürke manusok, rabszolgák, tisztességes puncillák és rinyáló spinkók, elszerencsétlenedett fehér nép, ez utóbbiak némasága vonszolódik és eltaposódik a többieké közt, mint a vágtában a göthös ló, mágusok, alkotók, bütykös ujjú fafaragók, zömmel ott az idő kényszerébe szürkült megalkuvók emlékei indázzák át a semmit. Inci-finci figurák. Piszlicsáré vágyak. Van, aki a kutyáját vagy a lovát hívogatja, persze hiába. Történeteink mégis fontosak, mert fölismerésünket szolgálják, agnoszkálását személyünknek, vagyis annak, akik voltunk,
az egykori kilétünket igazoló egyedüli jeggyel, az intelligens éter elegánsan hajló görbületén túli elcsépelt bugyuta hadovával. Feketei Vince a vidám temetkezési vállalkozó. Lőrinc az első világégés előtt született, felmenőit és rokonságát zömmel elsodorta a háború, és távolra szakította a nincstelenség. Egyedül maradt anyjával, Wasserman Aurettával, és a megmaradt szatócsboltjukkal, ami egyre rosszabbul keresett az új országba szakadt településen. Lőrinc megőrizte optimizmusát, és maga is vállalkozásba kezdett. A bolt mellett kocsmát nyitott. Ebben viszont nem volt első, a konkurencia leküzdése érdekében modernizálnia kellett, így kapta üzleti vállalkozása a Kartalosi Kaszinó elnevezést, ami voltaképpen mulatóként működött, de egyszerűbben szólva kupleráj volt. Mert erre akadt igény a világháborút túlélt férfiak közt, Lőrinc pedig tudta, hogy az igény alakítja a piacot. A mezőváros többi kocsmájának színvonalát messze meghaladó berendezés, még a monarchikus időből átmentett brokát függönyökből, részből készült falikaros oldalvilágításból, műkristálycsillárokból állt, meg fiatal kurvákból. Esténként a Rigó banda cigányai húzták a talpalávalót, de lévén, hogy a kaszinót kizárólag férfiak látogatták, nem is igazán úri társaság, a kártyapartik alatt csendes hallgatókkal, ha viszont a mögöttük lévő szobában elszabadultak az indulatok, ilyenkor az Állami Olajtársaság helyi képviselője, aki szabad óráiban azzal szórakoztatta a kaszinó társaságát, hogy kibontotta nadrágját, és ámulatra méltó hímtagjával leütötte a térdére helyezett pálinkás poharat, szóval ez a Drahid nevezetű jöttment döngette Kartalos iskola igazgatójának lányát Ildikót, aki oda volt a faszért, és élvezetét nem titkolta. A kiszűrődő hangok tisztességből eredő lefolytása érdekében a cigányok úgy húzták, mintha a pokol parazslan a talpuk alatt. Működött tehát a mulatónak álcázott kupi. Az iskola igazgató messzire adta férjhez élveteg lányát, a pohár döntögető pedig különös módon természetes halállal távozott a kartalosi közösségből, ami akkoriban nem volt szokványos a csábítók esetében. Európa egén viszont lassan vonulni kezdtek az újabb háború fellegei. Lőrinc nem volt buta ember. Az első világháborút voltaképpen csupán anyja elbeszéléseiből ismerte, de nagyon sok tapasztalatra tett szert a kaszinó vendégeinek meséiből. Homlokára tette pénzszámoláshoz szokott kezét, gerincre vágta a kínálkozó Ildikót, majd odahaza hites asszonyát, Alferzínát is, ami nem volt szokása, de úgy gondolta, az aktustól kitisztul a feje, bölcsebb döntésre jut. Hajnalban újra elővette asszonyát, aki meglepve, de elfogadón vette tolakodását, majd a délelőtt során bezárta a híres kartalosi kaszinót. Bölcs fejével temetkezési vállalkozás nyitott az egykori kupleráj helyén. Tudta, hogy a háború, ha egyebet nem termel, halottad biztosan. A villanytelepet működtető vállalkozóval megállapodott, hogy a telepen működő fatelepről megkapja a hulladékfát, amiből olcsó koporsókat készíthetett. Őt is saját cége hantolta el 1944. októberének végén, koporsó híján a Wasserman család konyhaszekrényében. A cigányok meg, a kurválkodós időkre emlékezve veszettül húzták a maguk által kifundált gyászindulót, Rudi mellényén pörgött a vonógyanta, miként az általa, mármint a zenekara által kiszolgált ágybacicák szeméből a nikkel könnyek.
Lőrinc egy konyhaszekrényben végezte, noha temetkezési vállalkozóként uralta a halál terepét. Bár mitől lenne jobb egy juharfa koporsó egy konyhaszekrénynél? Sinkovics Péter, gyökér és könyv. A földön egy könyv. Pontosabban az egykori udvari műhely előtti kicsinke teraszon álló fonott asztal egyik lába alá lett odatéve, hogy ne mozogjanak a ráhelyezett kávés csészék, ha szünetet tartanak a valamikor irodának is használt terem betonpadlóját felverő munkások. Könyvet egyébként nem szoktunk földön tartani. Ez most kivétel, hiszen ezúttal a könyveket, folyóiratokat, régi újságkivágásokat is selejtezni kell, mert ezek is utaznak, költözködnek, gazdájukkal együtt. Másfelől időnként maguktól is szelektálódnak. Ide a műhelybe szorultak így a világjárók sorozat sötétkék kötetei, a gyermekkor legkedvesebb olvasmányai, a vajdasági magyar könyvek közül a másod példányok, aztán megszámlálhatatlan mennyiségben Mikszáth és Jókai. Garmadával a már elolvasott könyvek, meg azok, amelyekről tudjuk, soha nem vesszük őket kézbe. Egy régi beázás emlékét viselő meggörbült lexikonok tolják odébb Zola pirosan virító köteteit, szinte kitúrva Herceg Ferenc összest. Karton dobozban a legutóbbi költözködés nyomán még kibontatlan könyvek, táskában a Felvidékről nemrégiben kapott ajándékkiadványok, majd a Valóság és a Kortárs című folyóiratok 30 évvel ezelőtti bekötött példányai, meg a Hídból jó néhány. Egy fiókban a régi Jugoszlávia autó térképe, amúgy magyar szó és politika a 70-es évekből. A munkások küszködnek. Hatalmas kalapáccsal meg feszítő csákánnyal törik a padlót, hogy a helyén új készülhessen. És akkor előbukkan egy hatalmas gyökérzet, amely teljesen éppen maradt meg a föld és a beton közé ékelődve, akkor még nem használtak szigetelő nejlont. Egy gyökér múmia jelzi, a bő 50 évvel ezelőtt felhúzott épület helyén egykoron fa állt, amit utóbb törölt az emlékezet, illetve nem is található már senki az élők sorában, aki megmondaná, milyen fa is volt az. A magát utoljára megmutató gyökér viszont annyira friss és élő, ha valahogyan elültetném, talán meg is fogná. Dacolva minden nemű selejtezéssel. A fenti lakásból évtizedekkel korábban ide szállított szekrények még fából készültek, megemelni lehetetlen őket. És úgy megkönnyítendő a felső polcokról így a munkások, a könyveket és a folyóiratokat, amelyek mégis rendszerezve voltak, nagy csomókban, vagyis amennyi a kezükben elfér, a hatalmas régi kétszemélyes ágyra dobálják. Oda kerül így módon összekeveredve Mikszáth és Jókai, Szerb Antal irodalom története, aztán Grendel, Dobos, Dubka, Balladé, Sütő és Kányádi, Csészavó, a Híd és a Kortárs, meg a legutóbbi szlovéniai utazásunk során kapott néhány magyar kiadvány. Lám. Mit hoz a házfelújítás és a selejtezés? A nejlonnal letakart ágy térséges matracán összeállt az egységes magyar irodalom. Az előző szövegekhez nagyon érdekes ezt az adaléként hozzáfűzni, bár maga a mű nem biztos, hogy ebből a szempontból is ugye kötelezően kellene, hogy megvilágítást kapjon, de az első szöveg Vasagyi Máriáé
ezzel a rendkívül gazdag nyelvvel és stilisztikai eszköztárral, ez a, abból a zomborból származik, és részben arról a zomborról is szól, mint előző könyve is, amelyben lassan a magyar kulturális tér végérvényesen beszűkül. És ugyanazon város lakója a Fekete J. József is, aki a második szövegszerzője. Valamiféle elírás történt, de ez nagyon aranyos, mert Fekete J. Vincét hallottunk, és viszont érdekes, ugye van Fekete Vince és van Fekete J. József is, viszont Fekete J. József bármikor prózát ír, és nem irodalom történetet és tanulmányokat, akkor egy álnevet választ. Most nem árulom meg el, hogy itt milyen álneve van, a lapon elolvasható, hogyha már itt egyszer cenzúráztam vele egyetértésben, mégse maga a szerző neve ne keltsen botrányt. Viszont nagyon fog örülni ennek az alter egónak, amelynél viszont már szerzői jogi követelései lehetnek Fekete Vincének is. A harmadik szöveg közelebb esik hozzánk, városunkbeli zentai Sinkovics Péter, és hát ő hát valamennyien közül a legidősebb aktív író, és az általában mindig is nagy kedvel résztvevő író, de azt hiszem, hogy már a 70-et vagy a 75-öt is megünnepelte, viszont fáradhatatlan, és az egyik leglelkesebb kollégánk, akinek nem ilyen egyszerűen csak az Etnához vannak kötődései, hanem ő egy olyan igazi mentor. És többek között Döme Szabolcsal is találkozott annak idején, sőt, Döbe Szabolcsnak több mentora is volt, tehát én mindig úgy éreztem, hogy egy magányos szerző, most a könyvbemutatóján zentán kiderült, hogy mentorok sorakozik fel a szép kötet mögé, miközben tudom, hogy ő ezzel azért egyedül kellett, hogy megküzdjön. Most egy kicsit erre a képre, ami irodalmat, egységes magyar irodalmat és a többi vázolt erre az ágyon heverő metaforához kapcsolódva, a mentoraid is mind elmondta, hogy biztos ettől vagy attól tanultál, vagy ezeket kérdezték. Miközben az a világ, amit teremtettél, az közvetlen hatásokat nem visel magán szerintem. Hogyan érzed magad ezen az ágyon egyébként, a hagyomány ágyán és a mentorok gyűrűjében, amiben tulajdonképpen azért szerencsés helyzetben vagy, bár nem volt olyan szerencsés, mert a mentorok odáig, illetve arra vetemettek, hogy kezdték Szabolcsot beállítani, hogy majd hogyan olvasson föl, mert ez így nem jó, hogy ő csinálja. Úgyhogy én a John Wayne-es stílust javasoltam hozzá, mert hosszú szövegek, hosszabb szövegek, prózai szövegek felolvasása azért mindig egy nehéz feladat. Szabolcsnak ez az első kötete, és az öntetszelgő kiadóvezető pedig ilyenkor azt mondja, hát igen, azért érdemes folyóiratot vezetni, mert az első a kezdő szövegektől el lehet jutni az első kötetig, és ilyenkor tényleg látszik, hogy a sötétben villogó monitoron megjelenő szöveg hogyan jut el az alexandriai könyvtárba például. Oda nem fog eljutni, de minden egyéb könyvtárba eljuthatna. Hát, hogyha hatásokról kérdeztél, mert úgy éreztem, hogy végül is erre irányul a kérdés, rám arra, hogy milyen az ízlésem, vagy hogyan képzelem az ideális szöveget, szerintem nagyon nagy hatással volt Nagy Abonyi Árpád. Ő volt a gimnáziumi magyar tanárom, szintén író, több novellás kötete, meg regénye is megjelent már. És hát neki küldtem el az első verseimet, meg aztán ő ajánlott, akkor még verseket írtam, és a költőket, verses köteteket ajánlott a figyelmembe, meg aztán, de ő ezt nem tudta, én beszereztem az ő egyik novellás kötetét, mert hát érdekelt, hogy a magyar tanárom mégis mit tud produkálni, amikor nem a klasszikusokat adja elő, de ő nem mondta, hogy ezt el kellene olvasni, csak én kíváncsi voltam rá, a Tükörcselek című rövid próza kötetről van szó. Elolvastam, és hát azt tudni kell erről a kötetről, hogy ő egy utazó. És egy olyan utazó, aki íróként utazik, tehát szépirodalmi színvonalú útleírásokat alkot. Lehet, hogy ebben vitába szállna, hogy nem útleírások ezek, hanem novellák, nem tudom. Na mindegy, nekem tetszettek ezek a történetek.
És szerintem, amikor később rövid prózát kezdtem el írni, akkor sokszor eszembe jutott, hogy valami olyasmit kellene, amilyet ő is próbált írni. Ez az egyik hatás. A másik hatás szerintem Bodor Ádám hatás, mert nagyon nagy hatással voltak rám a novellái. Főként a novellái, tehát nem annyira a regényei, hanem azok a mozaik darabok, amikből összeállnak a regények, és szerintem ez a novelláiban tetten érhető, hogy hogyan jut el a Sinistra körzethez, és ahhoz az igencsak kegyetlen világhoz, amit aztán később ugye a méltán híres regényeiben leír. De engem inkább a novellái ragadtak meg. És egy újabb hatás az szerintem az orosz kortárs irodalomból jött, úgy érzem legalábbis, ami Vlagyimir Sorokin jég trilógiáját jelenti, vagy a Pelevin féle rövid prózát, azok nagyon izgalmasak, szerintem nagyon sok lehetőséget rejtenek magukban. És hát mivel úgy gondolom, hogy a jó, vagy tőlem jobb, ügyesebb szerzőktől tanulni igazán nem szégyen, sőt, hát próbálom ezért próbálok tőlük ellesni ügyes dolgokat, és akkor ezt beépíteni az újabb történeteimbe, az eljárásokat, prózatechnikát, ilyesmit, szemléletet. A hőseid egyébként, tehát világosan nem derül ki, hogy mely korosztályhoz tartoznak, de úgy érzem, hogy nagyon a te korosztályod képviselői, tehát kevés kivétellel. Ők a történet hordozói, és egy gyakorlatilag meglehetősen üres, de érdekes térben meglehetősen hétköznapi életet élnek, és meglehetősen kis emberek nagyobb jelenbeli kiválóságokkal, stb., akiknek egy ilyen nagyon érdekes belső élete van, és hogyha ez mindez közel áll hozzád, most akkor ez vajon mennyire lehet generációs próza? Mindamellett, hogy mozgalmi jellege nincs, de talán mégis van. És van benne persze tagadás, és vannak benne vonzalmak, amelyek erre alkalmassá teszik, amelyek valamilyen irányt mutatnak. Hát mozgalmi törekvéseim nincsenek, tehát semmiféle mozgalomnak, vagy nem tudom, író, művészi csoportosulásnak nem vagyok sem az alapítója, sem a tagja. Hát az Etna ugye külön helyet foglal az én életemben is természetesen. Generációs próza, hát nem tudom, én igazából a saját dolgaimat szoktam megírni, vagy próbálni megírni. Azon nem sokat meditálok, hogy ez mennyire általános tapasztalat, amit én igyekszem aztán írásban megragadni. De ha úgy érzed, hogy ez igen általános, akkor annak meg nyilván az lehet az oka, hogy hát a világ, amit élünk, az egy közös produktum, és akkor a jelenségei is talán közösek, és akkor ebből valamit kiemelünk, akkor több olvasó is felismerheti azt, hogy igen, hát én is valami hasonlót láttam, vagy valami hasonlót éreztem. De ilyen törekvésem nincsen. Hát a szereplők, van sokféle szereplő ebben a 23 történetben, ami ott abban a kék könyvben megtalálható. Hát nyilván különböző módon alakultak, és különböző a történetük, mindegyik szereplőnek külön története van. Valamelyik teljesen fiktív, vannak olyan szereplők, amelyek, vagy akik ugye valós személyeket továbbfejlesztve alakultak ki, hogy így mondjam. És hát vannak olyanok is, akikkel nem sokat kellett változtatni ahhoz képest, amit én tőlük hallok, vagy amit bennük felfedezek. Lábjegyzetként, tehát valahol minden folyóirat egy kicsit mozgalmi ügyet, nem kell azokra okvetően, hogy más mozgalmaknak alávetett mozgalmi ügyek, hanem pici kis önálló mozgalmak is lehetnek, és minden szerkesztő kezdeményező buzgó mócsinknak, mint nekem is állandóan meg kell küzdelem azzal, hogy ne a mozgalmi retorikát mondjam, és ne nagyon higgyem el azt a túlsó partot, mert akkor valami nagyon fura lesz, tehát egy idő múlva vissza kell térni egy ilyen nyelvre, ami már független a közvetlen kontextusoktól. És
én arra kértelek, hogy ne a könyvből olvas föl, hanem utoljára megjelent folyóiratos szövegedet olvast föl, amely igen érdekesen rímel Sinkovics Péter könyvvel terített egységes magyar irodalmi ágyával. Jaskov átalakulása. Gondnoki, karbantartói és takarítói teendőket láttam el Jaskov nyugdíjas villamosmérnöknél. Amolyan mindenes voltam. Jaskov 80 körül járhatott, felesége pedig, aki világ életében háziasszony volt, nem sokkal lehetett fiatalabb tőle. Kikó, egy fehér szőrű francia buldog élt velük az elképzelhető legnagyobb kényelemben, ami egy szobakutyát megillethet. Egy hónappal ezelőtt történt. Jaskovtól azt a feladatot kaptam, hogy a virágos kertre néző, nyitott terasz tetőzetének szétázott, eltöredezett nátszövet burkolatát újra cseréljem. A dolgom a következő volt. A nátszövet darabokat megfelelő méretűre vágtam, majd egyesével a terasz hegesztett, lecsupaszított tetővázához erősítettem. Egy kétágú falétra közepén álltam. Egyik kezemben egy drótköteget szorongattam, a másikban egy kombinált fogót tartottam. Felfelé néztem, hunyorognom kellett a napsütés miatt. A nyugdíjas mérnök felesége, Hanna néni nem volt otthon, az egyik közelben lakó barátnőjét látogatta meg. Jaskov, mint általában, a dolgozó szobájában tartózkodott. Olvasott, összefoglaló jegyzeteket írt, vagy rádiót hallgatott. Néhány alkalommal, miután végeztem a munkámmal, behívott magához. Ilyenkor hellyel kínált, kekszet és süteményt tett elém egy téglalap alakú tálcán, üdítőt töltött nekem. Szeretett velem beszélgetni. Pontosabban szeretett hozzám beszélni. Hiányzott neki, hogy Hanna nénin kívül más is meghallgassa, hogy valakinek a figyelmét érezve fokozatosan kibonthassa a szívében szunnyadó történeteket. A mérnök szobája tele volt a műszaki tudományokhoz kapcsolódó szakkönyvekkel, azonban több polcon szépirodalmi kötetek sorakoztak. Jaskov széles íróasztalán is mindig könyvek tornyosultak, jegyzethalmok magasodtak, nagy összevisszaságban. A létrán nyújtózkodtam, egyensúlyozva próbáltam rögzíteni egy nát szövet darabot, amikor kiáltás hangja szűrődött ki a házból. Leugrottam a létráról, a szerszámos ládába ejtettem a fogót, és a teraszajtón át beléptem a házba. Itt vagyok, Jaskov úr, kiáltottam, jövök már. De Jaskov nem felelt, csönd töltötte meg a ház belsejét. Kikó, a házi kedvenc, a tágas előtér közepén állt, figyelte, mi történik körülötte. A mérnök szobája az emeleten volt. Felrohantam a lépcsőn. Megálltam a dolgozószoba ajtaja előtt, bekopogtam. Jaskov úr, hallottam valamit a házból. Minden rendben? Kérdeztem. Egyetlen apró nesz sem szűrődött ki a szobából. Újra kopogtattam az ajtón. Újra semmi. Bemegyek, mondtam. Egy szempillantás alatt nyugtalanná váltam. Nem tudtam, mire számíthatok, milyen látvány fogad a helyiségben. Megfogtam a kilincset, lassan benyitottam. A nyugdíjas mérnök íróasztala az ajtóval szembeni falnál volt. Azonnal oda néztem. Néhány másodpercig mozdulatlanul álltam, próbáltam felfogni és értelmezni, mit lát a szemem. A levegőben különös, édes illatot éreztem. Beljebb mentem. Jaskov teljes öltözéke, oldalzsebes, övvel hordott rövidnadrágja, rövidújú inge, alsó nadrágja a széken hevert gyűrötten, órája, szemüvege és töltő tolla pedig az asztal író felületén helyezkedett el rendetlenül, mintha oda hajították volna őket. Szobapapucsa benne az oknival, a szék lába előtt, a parkettán. Mindezeket a személyes holmikat ismeretlen, apró szemű, kékes-fekete, szemcsés anyag borította és töltötte meg, ami ránézésre a forró aszfaltra emlékeztetett. A levegőben párafátlak hullámoztak a sötét halmokból felszállva. Kisebb mennyiség maroknyi állt a szemcséből az íróasztalon, egy nagyobb a széken, a szék körül pedig keskeny körív berendeződött. Jaskov úr, itt van? Kérdeztem jó hangosan. De Jaskov nem volt a dolgozó szobájában. Elindultam az íróasztal felé, majd közvetlenül az asztal mellett megálltam. Odahajoltam a feketéllő, halványan gőzölgő halomhoz. Középső ujjam hegyét hozzáérintettem. Langyos volt. Ekkor vettem észre, hogy a kékes-fekete darabkák valójában különböző alakzatok,
3-4 mm-es betűk. A latin ABC aprócska, illatozó betűi. Ez az egész itt Jaszkov. Úgy látszik, átalakult betűkké, gondoltam. A konyhába mentem a takarítóeszközökért. A műanyag kislapátért, a söprűért, egy nylonzsákért, gumikesztyűkért. Engedtem egy pohár vizet a konyhai csapnál, ittam néhány kortyot. Visszamentem Jaszkov dolgozó szobájába. Ez azért nem túl sok, futott át rajtam. Egy csomó betű. Felhúztam a kesztyűt, visszahajtottam a zsák száját, hogy a lapát beleférjen. Ki fogja ezt mind szétválogatni, ötlött fel bennem, de gyorsan el is ütöttem a gondolatot. Mindegy, nem az én bajom. A betűszemeket az asztalról és a székről a padlóra sepertem. Óvatosan kiemeltem a papucsokat és az oknikat a szemcsék közül. Kiráztam őket. Kupacba húztam a langyos anyagot. Kemény volt, mint a köles. Legugoltam, és a lapátra sepertem a betűket a parkettáról. Aztán a lapátról a zsákba csúsztattam Jaszkovot betűről betűre. Néhány szem a parketta darabok közötti szűk illesztésbe szorult. Ezeket nem tudtam kipiszkálni. Ami miatt aggódtam, nem következett be. A betűk lassan kihűltek, szerencsére nem olvadt meg a nájlonzsák. Összegyűjtöttem az összes betűt. Próbaképpen megemeltem a zsákot, mégis súlyra mennyi. 4-5 kiló lehetett. Kerítettem egy papírlapot, kőműves ceruzámmal ráírtam, ez itt Jaszkov mérnök úr. Átváltozott egy halom betűvé. Mintha a betűk nem fokozatosan szivárogtak volna belőle a papírra, mint rendesen, hanem egy időben robbanásszerűen törtek volna elő. A végére odaírtam, a terasz tetőfedése még nincs kész. Aláírtam a nevemet. A papírt széltében ketté hajtottam, hogy a két oldallapon támaszkodjon, mint egy meghívó. A zsák mellé tettem. Úgy döntöttem, aznap már nem folytatom a megkezdett munkát. A szerszámos ládát, a létrát, a megmaradt nátszövetet visszavittem a helyére, a fészerbe. Bezártam a kulcsommal a ház bejárati ajtaját, az utcai kaput szintén. Aggódva arra gondoltam, szegény Hanna néni alaposan meg fog lepődni, amikor hazaér. Kodász Istvánnal igazából azt hiszem egy 5 éve találkoztunk először személyesen, tehát és de szinte az elektronikus folyóirat indulása óta jelen van, és annak idején tehát valami hasonló tevékenységet is folytattál. Most itt beugrik az irodalom, DE. DE, igen. És ezt most megpróbáltam megkeresni, nem tudom már kinyitni, de itt ez a 2000-es évek körül, 2000 körüli időszak volt. Már előbb egy kicsivel, igen. És akkor te hol voltál? A periférián vagy a centrumban? Tehát most... Akkor én Stuttgartban éltem, és akkor indult el az internet, akkor indult el a weblapkészítés, és akkor arra gondoltam, hogy én is csinálok egy ilyen weblapot, de hát sem tapasztalatom, azt mondom, még talán ismerettségi köröm sem nagyon volt, de azért úgy ment a weblap, tehát Fekete J. József is publikált. Aztán miután visszaköltöztem Magyarországra, akkor ezt a domaint feladtam, és ilyen értelemben ez a weblap meg is halt. Igen, abban az időben közöltél például Balladé. Igen, tehát több kortárs szerzőt megszólítottam akkor is. Hálásak is voltak, de azt vettem észre, hogy egy kicsit akkor még, ugye akkor még ezek a régi, tudod, ilyen betárcsázós módemek igen, voltak, igen, tehát igen. Nem ment minden ilyen szakadatlanul, nem zakatolt annyira az internet, tehát tulajdonképpen mire oda eljutott valaki, hogy betöltött ez a távoli oldal, stb. Ilyen értelemben nem lehetett neki igazán reklámot csinálni. Azt gondolom, hogy kicsit megelőzte a korát, ha lehet ezt mondani, és hát ezért aztán nem is lett olyan népszerű. De ezért fontos ez a németországi tartózkodásod, mert ahogy ugye 99-ben az Zeitnál kezdett működni, akkor ezek a perifériák voltak a nagyon erősek, amelyek kapcsolódni akartak. Tehát nem csak ilyen kezdeményezések, hanem szövegek esetében is. Tehát, volt, aki Franciaországban élt, magyar szerző, stb. Igen, igen, tehát... Erdélyi, tehát akkor valami rendkívüli
hogy is mondjam, volt egy vonzalom. Tehát ez a mi kapcsolatunk alapja. Csak azért kérdezem, mert a későbbi lapoknál, mert máshogy működött. Tehát fölépült szerkesztőségek, hagyományos szerkezeteket követve, ha csak lehet, azt alkalmazva a új médiára. De ebben viszont volt egy kapcsolatkeresés, tehát egy intenzív. Tehát igen, mindenképpen. A magányok igyekeztek volna összeírni, és akkor így enyhíteni saját belső fájdalmukat. Igen, azt énekeltük, igen. ez a magány, tehát valahol most ide jutottam el, de ez a prózádon keresztül is az egyik kérdés, ami foglalkoztat, és hát amiről, illetve az egyedüllét, amit a regényedben, a Zsebtolvajban a főhősöd ki is mond. Valahogy így, hogy hogyan bánjak el ezzel a világgal azért, hogy ne bánjon el velem ő. És tudom, többé nem írok naplót, mert végtelenül egyedül vagyok. Tehát, és ezt a magányt és ezt a kilátástalanságot, ezeket a hideg tűvel készült témákat, ezeket végig lehet szinte követni aztán. Hát az imént említett Feketei József, de mint irodalomtörténész és kritikus írta a Taxi, ugye Taxi című szövegedről, és ott is ő ugyanezeket a kérdéseket veti föl. Például a határ állapotot és a sarkított élethelyzeteket, ami viszont maga a határállapot épp új könyvedben a határidőkben önálló szervező elvet képvisel, de hát nem most jelentkezett, hanem végigvezet szinte az általam ismert szövegeiden. Igen, hát azt gondolom, hogy az irodalomnak vannak ilyen különösen hálás, hogy mondjam, lokális területei. Tehát itt most olyasmire gondolok, mint például valóban egy határterület, vagy akár mondjuk egy repülőtérnek a magánya, ami valójában egy ilyen kettős tér, és a határ is azt hiszem ilyen kettősséget hordoz magában, hogy egyrészt van egy ilyen megállása, tehát ugye egy csomó ember ugye ott megáll, és van ezt a területet átszelő tömeg is. Tehát ahogy egy szállodában is ugye vannak a szobalányok, vagy akár egy pályaudvaron is vannak az újságárusok, vagy akár vannak ugye ott a hajléktalanok. Van ugye ezeket a területeket átszelő, tulajdonképpen ezekre nem igazán odafigyelő emberek. És a fura módon ugye ez szerintem kicsit ugye, ha az ember legközelebb, talán nem tudom, akkor figyelmesebben ül egy repülőtéren, akkor meglátja, hogy ezek milyen érdekes történések, ezek a határtörténések, ezek a ott megállt emberek, milyen fura sorsokat hordoznak magukban. Tehát ezek egyszerre ugye nem helyek, és mégiscsak helyek, hiszen nem igazán ügyelünk rájuk. Addig még a korábbi prózáidnál az elbeszélői én inkább a fiú, tehát mint a Zsebtolvajban. Igen. És addig most azt a változást vettem észre, hogy hát gyakorlatilag ugyanazt a témát közelíted meg, persze egész más szituációkban. Tehát maradjunk abban, hogy legfontosabb témád maradt azért ezek a sarkított élethelyzetek és mindenféle határ viszonyok. Viszont most egy másik szempontot látok érvényesülni, és ezt a folyiratokban olvasott szövegeidben is észreveszem, hiszen olyan hosszú ideje vagy már sok egyéb munkád mellett tanár. Most azt látom, hogy most már egy kicsit az apa szempontjából közelíted meg ezt a témát, tehát már nem te vagy a fiú okvetlenületben, és ez egy komoly változás, és egy újabb minőséget hoz ezekben a szövegekben, úgy érzem. Hát igen, az ember öregszik, István, ugye? Tehát igen, egyrészt, másrészt pedig ugye, aki az ember tehát élt idegenben, ugye határok mögött, aztán átkelt határokon, hogy hazaérjen, egy olyan világba egyébként, amikor ő elment
akkor ugye valahol rögzített a fejében, és aztán ugye folyamatosan vágyódott vissza. Ez is egy kettőség egyébként, hogy ott sem van az ember az egészen otthon, viszont így sincs, tehát ezekben a történetekben ugye ez is kicsit benne van. És hogy tehát tulajdonképpen ezt, hogy igen, valóban körbejártam, hogy a határhelyzet az hogyan képezhető le történetekben. Mert ugye, hogy akkor a kötetről egy kicsit, mert amit majd fel fog olvasni, ahhoz egy kicsit érteni kell, tehát ugye ezen a határon átmennek emberek, nem tudnak átmenni, visszatérnek, és ugye a határ mellett tulajdonképpen, aki a szocializmusban élt, az ismeri ezt a határfélelmet, hogy az ember átmegy egy határon, ugye? És ugye a határ mellett ugye csomó mindenre nem is ügyelünk már, hiszen már átfigyelünk a határa, tehát arra is gondoltam, hogy a határ mellett el lehet bújni is, ugye? Tehát ott meg lehet lapulni. És hát a kötetben van egy ilyen vonulat, hogy ott egy ilyen iskola működik a határ környékén, ahol, hogy mondjam, ahol jobb módú csődöt mondott apák, illetve családok teszik ki a gyermekeiket, hogy majd ott spártai nevelésben részesülve ugyanolyan, hogy mondjam, elszánt vállalkozók legyenek majd, mint az apjuk. De hát, mint tudni szoktuk, hogy az ilyen spártai nevelés nem mindig sikerül. Köszönöm István, majd lesz után folytatjuk még az ismerkedést, mert mi tényleg 5 évente találkozunk, és én nagyon kíváncsi vagyok arra háttér, amiből ezek a szövegek születnek. István, nekem, mint határon túlinak, a minden határon túli magyar irodalomírója egyébként, tehát ez egy cél, és tényleg az a következő lépés, hogyha abba az irányba lehet haladni. Ez egyébként olyan, mint a bázisugrás, ez engem költőként vonz ez a téma. Hogyha rosszul sikerül, azon gondolkozom, mi van, hogyha rosszul sül el a dolog, tehát az ember kimegy a lélegezhető légkör határára, és ott elengedi magát, és akkor ugye zuhannia kellene, de esetleg túl spirálza a dolgot, és nem működik már a gravitáció, és ahogy halad a világűrbe, egyre magányosabbak, mert azért az egyik legfontosabb emberi téma, tehát amíg világ a világ, az a félelmünk a kiszakadástól, a bármiféle emberi közösségből, tehát hogyha definiálni lehet a nem létet, akkor és félelmetesen, akkor ez biztosítban, és ezért olvasom mindig élvezettel a szöveget. Na jó, hogy az ember átlép egy határt, újra definiálhatja magát, tehát. István, hallgatunk. Jó. Akkor most egy novellát szeretnék ebből a kötetből, egy rövidebb írást felolvasni. Mint mondtam, tehát van ott egy iskola, ez is egy vonulat ebben a kötetben, illetve aztán még egy verset, mert mostanában már verseket is írok. Tehát akkor először a novella. A híd. A kastély hátsó szárnya beírt a fák közé, ott könnyű volt eltűnni. A diákok kifeszítették a régi mosókonyha ablakát, kiugrottak. Tegnap is ott szökött meg az egyik fiú, az új diák a kettes teremből. Este lámpaoltás után tűnhetett el, vagy hajnalban ment, reggel vették észre a nevelők, hogy hiányzik. Az igazgató jött, nézte az ablakot, az üres ágyat. Semmit sem vitt magával, mondta az egyik nevelő, nem mehetett messze. Az igazgató ordított, keressétek, minek kapjátok ti a fizetést, kerítsétek elő. A nevelők autóba ültek, behajtottak a faluba, benéztek a cukrászdába, a polgárőrség irodájába, a pizzériában kérdezték, látta-e valaki a fiút, itt a fénykép nem. A busz megállóban vártak, jött a távolsági busz visszafelé a városból, a sofőr nem látott semmit, csak a munkába járók szálltak fel hajnalban, az igazgató megint üvöltött, ha ennek híre megy, becsukhatják az iskolát, ti meg mehettek vissza a putritokba. Szeles tavaszi nap volt, hideg, a fák zúgtak, a kastély körül, ebéd után a diákok a tornateremben tomboltak. A nevelők kártyáztak az alaksorban, a konyhában röhögtek a nők, a karbantartó fémpánttal zárta le az ablakot. Délután szólt a telefon, a mezőr volt, a kastélytól délre, a nagy lejtőn túl, a régi tábor után látott egy fiút. A patakparton ült,
piros zsákit viselt, igen, ő lehet az, akit keresnek. Az igazgató nem szólt senkinek, új embereket fog felvenni, mert ezt a helyi részeges bandát, hanem profikat, mozgásérzékelő, vagy videókamera kell a folyosókra. Az elektronikus lábbilincs lenne a legjobb, gondolta. Az igazgató beült a terepjáróba, felhajtott a majori útra, elegészen az emelkedőig, ott leállította a kocsit, gyalog ment tovább az ereszkedő ösvényen. A széltől zúgó bokrok között, és tényleg a patakparton ott ült egy fiú, piros kabátban, sapkában mozdulatlanul. Az igazgató nem szólt, mögé került, egy ággal megbökte a vállát, hé, minek léptél le? A fiú felállt, magas, vékony gyerek volt, kék szemű, sápadt. Gyorsan futhat, gondolta az igazgató, ha most meglép, nem tudom beérni. Miért nem jöttél az irodámba? Mi baj van? Kérdezte megint. A fiú azt felelte, ő a hídig akar lemenni, ami hamarosan elkészül, látni akarja. Mindig ugyanaz, gondolta az igazgató. Egy idióta idehozza a drogos gyerekét, mert otthon nem bír vele, mert iszik. Az idióta veri a feleségét, a gyereket. Itt azt hazudja, hogy rendes fiú, Istenem, ez is egy ilyen szétesett kamasz. Az igazgató szorította a husángot, biztos, ami biztos, hát ha kés van a fiúnál. Nincs ott semmilyen híd, mondta a gyereknek. Lejjebb a patak szélesebb lesz, van egy mocsaras rész, ott a határ, de híd, az nincs. De van, mondta a fiú, ketten építik, apa és fia. Kidöntötték a fákat, írtják a bokrokat, rendeltek betont, kell a biztos talapzat. Nedves, gyenge a talaj, megsüllyed a teher alatt. Híd készül, erős, jó híd. És mosolygott a fiú. Az igazgató fogta a botot, nincs ott, morogta, semmilyen híd. Én mindent tudok, ami itt történik. Van nálad kés? Kérdezte. Van, mondta a fiú. Az az apa nem szereti az idegeneket, félti a hidat, félti a fiát. Az igazgatónál csak gázspré volt, de azt a kocsiban az ülésen hagyta. Milyen hülye vagyok, jutott eszébe, nézte a patakot, a sötét fákat, a fiút, szorította a botot. Senki sem járt arra, kihalt vidék volt ez. Értem, tehát veszélyes az apa és a fia, azok a hídépítők. A fia azt mondta, hogy a hidat építeni komoly dolog, és vannak emberek, akik szerint tilos csak úgy hidat építeni, meg vannak, akik mindent kigúnyolnak. Az országhatárnál minden veszélyes, halt itt már meg pár ember, de azok ketten építik a hidat. Nem törődnek senkivel, semmivel. Az igazgató bólintott, gyere, mondta végül, menjünk vissza, lesz vacsora, kialszod magad, holnap mesélsz a hídról, arról, hogy minek épül ezen az istenverte környéken egy híd. Igen, gondolta, hideg van, sötétedik, jobb lesz menni, visszavinni ezt a zavarodott gyereket a biztonságba. És akkor teljes lesz a létszám, nem történt semmi. Vannak kutyáik is, hallja? Kérdezte a fiú, a távolból ugatás hallatszott. Ez bármilyen kutya lehet, mondta az igazgató, tele van a környék kóbor döggel, le kéne lőni őket, veszett is lehet köztük, a kocsim ott áll, az emelkedő, menjünk. A fiú intett, ő nem megy vissza a nevelő otthonba, ő el akar menni a hídig, lehet, hogy mégis veszélyesek a hídépítők, lehet, hogy kutyákat uszítanak majd rá, de ő akkor is megy, lehet, hogy. Az igazgató állt, nincs ott híd, üvöltötte, nincs sem apa, sem fia, megfordult, elegelett, elindult visszafelé, a fenébe is gondolta, öreg vagyok már, hogy mindent megértsek. A fiú utána szaladt, kérem, igazgató úr, az apám tegnap telefonált, meghalt a bátyám motorbalesetben tegnap előtt, engedjen el. A fiú szeme véres volt, az arca elszánt, csak állt, várt. A férfi ekkor levette a nyakából a sálat, itt van, tedd magadra, ne fázz, itt a kesztyűm is. Menj el addig a hídig, aztán gyere vissza, a majorság melletti betonozott út elvisz a kastélyhoz. Rendben? Várlak. A fiú bólintott, köszönöm, indult könnyed léptekkel, futott a homokos parton lefelé, eltűnt a bokrok között, az igazgató visszament a partra, oda, ahol a fiú guggolt. Inteni kellett volna utána, kiáltani utána, vigyázzon a lápos részen, gondolta, de már késő volt. A víz fölött pára szállt, a férfi a patakba hajította a botot, lekuporodott,
és azt mondta, ó, ebbe a rohadt életbe, Istenem. És akkor a vers. Eszkatológikus napok. Hamis ágnak görcsén ülsz álmodban, kelned kell. Nézd tévét, hallgass rádiót, riadót mondanak a hírekben száraz hangon. Tankok döntött házak között, aszfalton fekvő öregek, koszos csecsemők karon. Égett kabátok, betört ablakok, falba szakadt vízvezeték, mindez öntse beléd azt, hogy üvölcs a tévé előtt, nem szabad aludni. Állni kell a fotelen, rázni az öklödnyi távirányítót, üvölteni magas felbontásban, hogy segítsék fel azt az embert arról a kőről, amiben nem véstek bíztató szavakat. Az utcakő hideg, sáros, véres, tépett. Menj közelebb a képhez, a jajgató gyereket simogasd, és ha pár nap papucs kávé tejszín után ébredsz valóban, vedd magadra inged, dőj homlokkal az előszobafalnak, zihálj, nyögj, zsebedbe tegyél követ, hogy azt vágd odakint a fogaskerekek közé ez a dolgod. Kettes. Éjjel a fény kimegy, nappal jön vissza, közte az ablaktábla, amire írhatnál, de nem szántod ujjaddal a finom port, mert emberi lehet. A telepen túl, a temető sarkában térdel a hamuüzem, haj, bőr, fogkorona olvadizzó rácsra. Rossz kulcs, csont esik a vödörbe, a füst igen, de a por nem jut fel az égbe. Ezt ne feledd. Az ablak alatt Isten fáradt sörrel a padon, az aluljáróból kiáltás, majd elnyúló csönd, galambszál a körbe rakott gyepre, suhogást hoz a beköszönő sötétbe. Állsz, előtted üveg, már benned a por, a szíved, a véred viszi a tüdőd beráncaid mélyére. Mögötted konyha, őszülő hajjal a szerelem, kockás abrosz, kártya, keversz, osztasz, szerelmed emeltétet, és közben költőt idéztek. Azt se feledd, rossz jel a világnak, ha ugyanazt ugyanúgy értitek. Korom sötét odakint, ablakot nyitsz, menjen ki a fény kicsit, másszon a szemközti falra, hunyorogjon, hajtsa maga előtt az árnyékot, járjon a házak között és hajnalban, az üvegre vastagodott poronát visszataláljon, reméled, a fény nem felejt el téged. Köszönöm szépen. István, már sikerült találkoznom Gergely Tamással, még nem sikerült találkoznom, pedig hasonló, majdnem olyan régóta is szerzője az Etnának, és persze más lapoknak is. Ő a Káfé alapítója, valamikor Toronto, Stockholm jelzőkkel jelent meg, ez ma Káfé Főrix, mert időközben a stockholmi része beomlott a dolog, de ő tovább, illetve a torontói része beomlott, de ő továbbra is szorgalmas könyvtáros és rendkívül termékeny író. És ugyanúgy például a könyveinket is meg szokta rendelni a könyvtárellátón keresztül, nem tudom hogyan, úgyhogy Stockholmban is van néhány kötetünk. És ő kezdi azt a következő felolvasás blokkot, mégpedig, ha jól emlékszek, a No Balance szó összetétele, most találjuk ki, legyen az a következő ciklusnak a címe, tehát... és szerintem a többi szöveg is illeszkedni fog hozzá. Most főleg rövid szövegek, versek következnek, kivéve az elsőt. Így igaz. Előtte még annyit, hogy legutóbb itt a műcsarnokban, júniusban éppen Fekete Vincétől olvastam fel, úgyhogy lehetséges, így érnek össze a dolgok, lehetséges, hogy önkéntelenül Feketei József helyett Feketei Vincét olvastam az emberi agy különleges dolgokra. Gergely Tamás, Janice. No balance, motyogja vadmalac. Nem mintha angolból doktorálna, hanem mert szerinte így nagyobb hitele van a szónak. Kifejezni azt akarja, hogy eltűnt az egyensúly az életéből, megszaladt a képzelt fogaskerék. Nem az övé, hanem a fehér blues énekesé, Janice Joplin-é. Heroin,
mormolja. Mármint, hogy heroin túladagolás miatt halt meg. Eltért a többitől, igazi vadmalac volt. Ez a dicséret maximuma nála. Maga is igyekezett kiválni a többi közül, de mindössze arra futotta, hogy felerősítse a lemezjátszó hangját. Képes napokig hallgatni a sercegő lemezt. Fél elszakadni a nyájtól. Megértette, hogy az tragédiához vezet. Janice halálát például így érzékeli. Egy 100 emeletes ház legfelső emeletének nyitott ablakában ül, s az építmény váratlan megdől, mint a pízai torony, ám hirtelen. Kiszámítja az erőt, mely a mélybe veti, s behunja a szemét. Barta György, Hendrix teázik. Egy teljes nap árnyékban, idővel a babér is virágot hozott. Vajon hová lett a porcelán, amikor megrepett? A teavíz forró, kihűlt a gitár. A társ, a magány, egy gond, vagy a tudott halál. Verebes Ernő, Stigma. Nincs meggyőzőbb költészet, mint az eltávozottak jelenléte. Csorba Béla, Cigány szurok. Sosem tanultam meg játszani azon a pálinkán vett hegedűn. Egy húrja volt, nyereg nélkül. Később náci, a vándorköszörűs, hárfás pofoszta helyre. Erdélyi tanár úr a haját tépte. Nem stimmelt a tambura húr egy Stradivárival, és egy óvónővel a hóna alatt hiába, később lelécelt Itáliába. 50 dinár a gyanta, mormogta apám. Drága ez a művészkedés. De még lehet belőled a csillagban zenész. A szabósegédeknek Mozart nem imponált. Akár a marha vész, te penész virág. Húzd inkább, hogy nincsen virág, s összecsendül két pohár, ha. Középen kikopott gyantám, még megvan valahol. Későn fedeztem fel. Túl későn, B. tüzesség koponyái ennyire megmásíthatatlanul világosak. És a csontszöveten napozó ügyes pincebogarak. Tulajdonképpen már 15 éve erről a fekete gyantáról mintázom minden meg nem írt zsolozsmám. Oh. Bizony. Böndör Pál, bilaterális kapcsolat. Van egy cigarettám? Kérdezte. Hogyne lenne, válaszoltam. Így 3 hét után végre látok egy dohányzó amerikait is. Meg nem mondom, hol voltunk pontosan, minden esetre valahol a Golden Bay Area-ban, vagyis Észak-Kaliforniában egy hatalmas parkoló sarkában. Honnan jöttem? Kérdezte. Budapestről hazudtam, mivel a szerbiai, de magyar mesét úgy tapasztaltam, senki sem érti itt. Közép-Európából tehát. Mosolyodott el. Nem volt rosszabbul öltözött, mint én, csupán a hatalmas, piszkos, szakadozott hátizsákja utalt arra, hogy hajléktalannal beszélgetek. Megkínáltam még egy cigarettával, s rágyújtottam én is. Észrevette, hogy a hátizsákjából kikandikáló sátort nézegetem. Újra elmosolyodott. Az államok megtette az utat Lincolntól Trumpig,
egy főkönyvelő átváltozása hajléktalanná fel sem tűnik senkinek. Vállat vont. Még csak nem is érzem rosszul magam. Mindent meg lehet szokni, válaszoltam. Nekem elhiheti. Rám nézett. Ideig, óráig, minden bizonnyal. Ennyiben maradtunk. Celler Kis Tamás, a magaslat lentről. Mi közöm nekem az elmúláshoz? Az ember mindig készen áll valamire. Egy test meleget ad le egy másik testnek. Mérföldkövek nőnek ki a földből, sorsokat cserélnek életekre. Ilyesmi. Persze azt sem mondom, hogy jó itt a képernyő előtt mozdulatlanul. Érintésed nélkül szép lassan elsötétülök. Ez átmeneti időszak. Ilyenkor helye van a kilátástalanságnak. Nos, azt tanácsolom, hogy ezt az életszakaszt még ácsorogd végig, aztán menj. Lásd tisztán, leld benne örömöd. Beszédes István a kolosszus lábfejéhez. Egy maradandóan súlytalan test, egy szófogadóan könnyű élet, amint beesteledett lenéz, s megkérdi. Ezen a lábon egész nap kijárt. Miféle öreg zsákjában faszenet cipelő, csontsovány tróger, kontinentális kraken. S leül a peremre, a nehéz nap és mindenek végén, onnan lógáz, és a láb aránytalanul nagy hozzá képest, aki mindent megbán, és húzza le az arányaiban mindent eltúlzó árnyék húsba mélyedő cérnaszálon, a remegő dróton imbolygó, irdatlan vasbeton idom. Miféle kapcsolat fűzi a pille embert a soha nem élt kolosszus tonnás láb fejéhez? Ki tudja? Fenyvesi Ottó, Penavin tanárnővel Szúnyogéknál Lendván. Szép volt a táj, és szépek voltak a lepkék, és a lányok is, mind. A Penavin tanárnővel 1977-ben Lendván szívtuk a zöld levegőt. Mi fiúk a borászattal, szőlészettel kapcsolatos tájszavakat gyűjtöttük, többnyire boros pincékben. Ebből kifolyólag a felmenetel a friss levegőre általában bizonytalan volt. Emlékszem egy jó kocsmára és egy jukeboxra, melyben lakozott sok jó bakelit. Stereo Elvis és Abba. Waterloo. Watch out! Abban az időben a hanglemez B oldalán is jók voltak a dalok. Szúnyog Sándorék csajoztak volna a mi csajainkkal, de csak a kancsó és a bor maradt nekik, mi meg nevettünk. Aztán nekivágtunk az örökzöld domboknak, szívtuk a zöld levegőt, és hallgattuk a furcsa, ismeretlen szavakat, mert a táj szép volt, boldog és kövér. Mikor hazaértünk Újvidékre, Jung Karcsi, aki muravidéki köcsögökkel pakolta fel magát, kora hajnalban a vasútállomáson hanyat vágódott egy kiadós friss hányáson. Repültek a cserepek szerteszét. Darabokra tört mind a lendvai kancsók és emlékek. Penavin tanárnő taxit hívott, mi meg vártunk a telepi buszra. És nem is tudom,
mire gondoltunk. Az utolsó vers Fenyvesi Attó halott vajdaságiakat olvasva kettő című kötetében lesz majd benne, amely most szerkesztődik, és talán a jövő könyvhétre meg is jelenik. Hát igazán nagyon érdekes lírai verses irodalom történetet kapunk Fenyvesi Attótól. És hát az est zárásaként pedig visszatérünk a táncreakcióhoz, Heddához és Misihez, akik, főleg Hedda el tudná mesélni, hogy Zenta nem csak a szép irodalom, digitális irodalom mekkája, hanem az énekelt verse is, hiszen talán a legrégebb óta egy helyben folyamatosan működő irodalom, illetve énekelt versek, énekelt verses fesztivál, Zentán zajlik, ahol Hedda talán az első zenekarával még versenyzett, és mivel, hogy most Verebes Ernőt is megzenésítettek az első blokkban, gondolom, hogy Misi készül a jövő évi zentai énekeltesek fesztiváljára, mert Verebes Ernő ugye állandó oszlopos zsűri tag. Úgyhogy tulajdonképpen ez a zárszó legyen zenei, és akkor még annyit szeretnék elmondani, hogy némán itt a hátterünkben nem csak szövegek futottak, hanem kölcsönözték arcukat emberek is, javarész szerzők voltak, és közöttük néhány képzőművész is, aki viszont egy részben a könyveink arculatát szokták jó indulatúan befolyásolni, mivel hogy maga az internetes folyóirat felülete az meglehetősen szerény, és a tipográfiai lehetőségek is minimálisak, de hát az Etna folyóiratban a szöveg útja és a kép útja az tulajdonképpen a könyvnél ér véget, ezért tulajdonképpen a garanciát is jelenti, hogy nem a nyomtatott irodalom halálát jelenti a digitális irodalom, csak legyen, aki olvassa. Azok a képzőművészek pedig, akik futottak a háttérben, azok például Szajkó István, Csernik Attila, aki nagyon örült volna, hogyha látja a bőrünkre vetített betűket, hiszen ez az ő kísérlete volt annak idején, de ma is a betűket, formája, illetve betűket is számára a betű tárgy. Mások szerint pedig mi vagyunk a betűk tárgya. És akit még nem említettem, itt megjelent néhány felvétel a háttérben a Turkál Annáról is, Annától is, aki viszont nem festő, hanem fogtechnikus, és Szabolcs könyvének az illusztrátora. Most éppen nem tudom, mi fogja alá festeni a csendestól idézettel nyílik a zenei zárás szakasza. Édes István, tipográfiai gyakorlat, és egy részletet hoztunk ebből a versből. Thank you.
nem csak ott vannak, hova lerakták. Tóbiás Krisztiánnak is egy részletét hoztuk a Mindenség eszmélete ciklusából. A távcsövön keresztül felzabál bennünket az univerzum. Bazi nagy ez az egész, és a fekete lyuk a körüli táguló feszülő tér csak tovább növeli az éjségét. Bár, ha jobban meggondoljuk, a benn és a kint talán nincs is, ha már mi is részei vagyunk az egésznek, és a táguló tér lehet, hogy bennünket feszít szét. Néha úgy érzem, néha úgy érzem, néha, 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 néha úgy érzem. Egy óriási cigarettából tódulnak elő a csillagködök. Füstkarikát fúj a mindenség, és mi itt lenn a forrongó, lüktető lávagolyób is finom hártyáján egyensúlyozva, mint a végtelenbe feszülő trambulinról bámuljuk, megikészve, 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 megikészve az ezer színű csillogást. Rorschach teszt a világ, és füstélesz bennem minden ember, amikor lassan rakacsossá parázslik a csik. Az üresség combjai közt mindenné roppant a szingularitás. Egy pillanat alatt a semmiből valami lett, hogy majd a könyveinktől a kötött pulóverünkig, a fagylaltos pult mögött álló kislánytól a hentes, véres kötényéig minden ismét az enyészetbe táguljon. Ne kérdezd, mire volt ez jó. Valahol működésben lépett egy szelep. Végül Bicskei Flórától hoztuk az Állok a fényben című versét. Még egy mondatot? Hát mondom dalban a mondatot. Köszönöm mindent, csak ezt akartam mondani, de egyenesen nekem jött a kávéházi pénztáros nő, és szétszórt egy csomó apró pénzt a földön. Kösz a mindent, csak ezt akartam mondani. Beszélni. Kösz a mindent, akkor is. Kösz a mindent, csak ezt akartam mondani, de egyenesen nekem jött a kávéházi pénztáros nő, és szétszórt egy csomó apró pénzt a földön. Kösz a mindent, csak ezt akartam mondani. Én már sokat szor, nem tudom.
tudtam azt mondani, hogy kösz a minden. Gyorsan rájöttem, nem is kell, mert minek mondani, minek beszélni. Kösz a mindent, akkor is. Csak megismételhetem, köszönöm mindent. Köszönjük a részvételt, a gyönyörű szöveginterpretációkat, a gyönyörű zenés vers interpretációkat, a személyes jelenlétet és a figyelmet, ami ugye a harmadik nagy tényező abban, hogy működjenek az művészet dolgai is, tehát a belső képességek, a megfelelő anyagi támogatás és a harmadik ugye az olvasói, vagy egyáltalán befogadói figyelem, ami talán a sorrendben előbb is van, mint az anyagi. Erre épp az internetes folyóiratok, internetes kezdeményezések a példa, hiszen át tudnak élni, tudnak létezni egy kicsit az anyagi szférán kívül is, hogyha úgy hozza a sors. És köszönöm a házigazdánknak a meghívást.